Horváth Charlie, a füstös hangú lisztdíjas zenész idén lesz 77 éves, de változatlan intenzitással koncertezik. Tegnap este például a Kecskeméti Street Food Street Art Fesztivál vendégeként lépett fel, de már készülődik az őszi koncertturné, a Charlie 77 is, amelynek egyik állomása októberben a Kecskeméti Színház lesz. Charlie 1964 óta zenél. A 60 év alatt számos formációban megfordult, a Deccától az Olimpián át az Afrikáig, a Pannoniáig és a Generálig. Charlie elsősorban énekelt ezekben az együttesekben, de a Pannoniában például trombitált és pozanozott is. Mindig törekedett rá, hogy minőségi zenét játszon kiváló muzsikusok társaságában. Csak nem két évtizedet töltött vendéglátós zenészként külföldön. Bár hívták, nem maradt kint, hiszen itthon várta a felesége és a kisfia, és szerette volna a hazai közönségnek is megmutatni, hogy milyen a jó zene. Hazatérését követően volt egy emlékezetes időszaka a Tátrai Band tagjaként, és már évtizedek óta saját zenekarával, a Charlie Banddel lép fel, amelyben László Attila, Halász János, Csiszár Péter, Latman Béla és Póta András a partnerei. Kecskemétre tudatosan a nyárhoz illő, könnyedebb programot hozott. Olyan dalokat állítottam össze, ami kivételesen nagyon igényes, de popzene, poprock, hogy mondhatnám. Azért ebben van egy kis blues, ez az amaz, de én azt szeretném, hogy tehát olyan dalokat hoztam, hogy mindenki ismert. Charlie zenésztársaival együtt több műfajú előadó, aki az utóbbi időben egyre többször énekel jazzt. A tavasszal jelent meg az életét 77 sztorin keresztül bemutató életrajzi kötete, amely hamar népszerűvé vált. Az örök fiatal alkotó októberben Monstre Arena koncerttel és koncertkörúttal ünnepli a 77. születésnapot. Az énekessel hosszabb interjút a keddi Múzsa magazinban.